Hölgyeim és uraim, a vita elején mondtam önöknek, hogy Orbán miniszterelnök úr kérte tőlünk, hogy itt az Európai Parlamentben állást foglalhasson az előző álláspontokkal kapcsolatban. Én ezt kimondottan üdvözöltem, és Orbán úr ezt a parlamentet egy olyan helynek tartja, amelyben az országa és az EU közötti viszonyt meg lehet vitatni. Köszönöm szépen, Orbán úr, és én is úgy gondolom, hogy az Európai Parlament, ezt látni fogjuk, nyilván ellentmondásos vitákat szokott lefolytatni az Európai Unióról. Szeretettel üdvözlöm Önt, Öné a szó, parancsoljon! Mélyen tisztelt elnök úr, köszönöm, hogy fél évvel a magyar elnökség után ismét itt lehetek Önök között. Mindig öröm egy parlamentben felszólalni, mert bármilyen is egy intézményrendszer, a demokrácia mégis a parlamentben működik. A parlament a demokrácia szíve, magam is így gondolom, ezért 1990 óta parlamenti képviselő vagyok. Köszönöm Schulz elnök úrnak, hogy lehetővé tette a mai itt létemet. Hálás vagyok a dán elnökségnek, amely nem emelt kifogást, sőt támogatta. És köszönöm Barroso elnök úrnak a bátorító szavait is. Azért jöttem el ide ma önök közé, mert azt a hírt kaptam, hogy önök Magyarországról kívánnak tárgyalni. Úgy gondoltam, helyes, hogyha az önök rendelkezésére állok, és első kézből értesülhetnek Magyarország kormányának szándékairól. Indokolt jelenlétem a mostani Magyarországot körülvevő fölfokozott érdeklődés mellett, amikor az európai gazdasági válság miatt egyébként is feszült a hangulat. Engedjék meg, hogy elmondjam önöknek, hogy nem lep meg az a felfokozott érdeklődés, amely körülveszi Magyarországot. Nálunk átfogó, mély, nagyszerű és izgalmas megújítás történt az elmúlt másfél évben. A megújítás indokolt és sürgető volt. 2010-ben hazánkat a gazdasági összeomlás fenyegette. A 10 milliós országunkban kevesebb, mint 3 millió adófizető tartotta el az országot. Többen éltek állami pénzből, mint a gazdaságból. Paramilitáris szervezetek működését a jog nem szankcionálta. Hazánk a gazdasági összeomlás és tragédia szélén volt. Óriási munkát végeztünk az elmúlt másfél évben. Erre a munkára mi büszkék vagyunk. Bár bőven vannak még komoly gazdasági nehézségeink, most először Magyarországon a költségvetés az európai normák szerinti stabil költségvetésnek tekinthető. Az államadósságot csökkentjük, a fizetési mérlegünk tartósan pozitív, törvényen kívül helyeztük és felszámoltuk a paramilitáris szervezeteket, ezért Magyarországon ma minden kisebbség védelmet élvez, ideértve a nemzeti kisebbségeket, a romákat és a zsidó kisebbséget is. És a magyar kormány ezeket a kisebbségeket mindig meg fogja védeni a jövőben is. Másfél év alatt megalkottunk egy új alkotmányt, 25 sarkalatos törvényt és 339 egyéb törvényt. Másfél év alatt 365 törvényt alkottunk meg. Strukturális reformokat hajtottunk végre. Újjászerveztük a kormányzati rendszert, az önkormányzati rendszert, a közigazgatási rendszert, az igazságszolgáltatási rendszert, az oktatási rendszert, az egészségügyi ellátást, az adó- és közteherviselési rendszert, a nyugdíjrendszert és a szociális ellátás rendszerét. Mindent átszerveztünk, ami Magyarországon államadósságot termelt. Természetesen ez érdeksérelemmel, lobby érdekek, üzleti érdekek és nagy üzleti erőcsoportok érdekének megsértésével is járt. Elég, ha önök a bankadóra vagy a nagy cégeket terhelő magyar válságadóra gondolnak. Az 1949-es kommunista alkotmány helyett utolsóként a volt megszállt országok közül új alkotmányt hoztunk létre. Szeretném világossá tenni az önök számára, hogy Magyarország megújítása és átszervezése az európai elvek és az európai értékek alapján történt. Támaszkodtunk az Európai Unióhoz tartozó tagállamok bevált gyakorlataira és az Európai Unió alapdokumentumaira is. Ilyen mértékű és ilyen tempójú átalakítás mellett
természetesnek tekintem, és Magyarországon mindenki természetesnek tekinti, ha vitás kérdések is fölmerülnek. A mai napon levelet küldtem Barroso elnök úrnak. Kifejeztem azt a véleményemet, hogy a bizottság által felvetett problémák könnyen, egyszerűen és gyorsan orvosolhatók. Jövő héten esedékes találkozónktól pedig gyors eredményeket remélek. Egyúttal szeretném tájékoztatni a tisztelt parlamentet, hogy a bizottság által nekünk elküldött és eddig jogilag kifogásolt szakaszok közül egyetlen egy sem érinti a magyar alkotmányt. Hiába írnak az újságok mást, egyetlen kifogás sem támadt a magyar alkotmány április 25-én elfogadott szövegével szemben. Az alkotmányt az előző év április 25-én fogadtuk el. Az alkotmányhoz kötődő átmeneti rendelkezések közül ért kettőt kifogás a bizottság részéről, és az átmeneti rendelkezések ezen két kifogásának orvoslására rendelkezésre állok. De szeretném jelezni, hogy ezidáig a magyar alkotmány egyetlen szakaszát sem vonta senki, semmilyen természetű jogi kétely alá. És meggyőzésem szerint ez jól is van így. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, hálás vagyok Önöknek, hogy mindezt elmondhattam. Arra kérem Önöket, hogy azt a nagy átalakítást és átszervezést, amelyet most fejezünk be Magyarországon, legyenek kedvesek, és az európai értékek jegyében támogassák a jövőben is. Magyarország számít az Európai Parlament támogatására. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Köszönöm.